A könyv is emberi test, papíros test. A földön élt lélek világító része maradt benne. S hangtalan beszéde könnye, mosolygása, szíve dobogása. Mégiscsak nagy valami, ha elgondoljuk, hogy a világ 100 legokosabb, legkedvesebb emberét betehetjük a szobánkba. Semmi sem olcsóbb a könyvnél. Aki csomósan veszi, az látja. 10 könyv közül mindig találunk egyet, amely mind e 10-nek az árát megéri. És egy másikat, amely a következő 10 könyvnek az árát is előre megadja. A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz, mint a vetőmag.